szal ékes rónaság, melynek fölötte lengedéli báb, enyerve űz tündérjátékokat. Ismersz-e még, ó, ismernek fiad! Rég volt, igaz, midőn a jegenék árnyékain utószor pihenék. Fejem fölött még őszi légen állt, vándordaluid vébetűje szállt. Hagyományosan irodalmi versekkel tisztelettek a Magyar Líra előtt. Április 15-én a Koppány-Monostori Városrész Magyar Költészet napi ünnepségén, amit a Monostori Kulturális Egyesület szervezett meg. A megjelenteket Fellner Tibor alelnök köszöntötte, aki, mint fogalmazott, a költészet a lélek fűszere. Évezredek óta az ember összeelegyíti, fűszerezi, ízesíti az ételeit, éppen azért, hogy az étkezés is élményé váljon. Valami hasonlót tesznek a költők is, hiszen egyébként mindenki által hozzáférhető szókincset, szókincsből gazdálkodnak, és mégis oly módon variálják, oly módon illesztik össze, olyan sorrendben rakják a szavakat, hogy mindenkiből valamit előhúz, valamilyen lelki változást, valamilyen örömöt, bánatot idéz fel. Az irodalmi délután Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából a költő emlékét idézte. Ha férfi vagy, légy férfi, s ne hitván gyönge báb, mit kény és kedv szerint lök a sors idébb odább. Félénkebb a sors, csak csahol, a bátraktól szalad, kik szembeszállanak vele, azért ne hagyd magad. Hosszú idők óta készülünk erre a nagyon szép kulturális napra. Kollégáim napok óta, hetek óta készülnek. Úgy gondolom, hogy egy méltó műsort tudtak összeállítani. Ami még ezzel a nappal kapcsolatos, és nagyon szívesen megosztom itt az emberekkel, hogy egy pályázaton nyertünk Petőfi körtefájából, ami annyit jelent, hogy a Petőfi körtefájából egy alanyt fogunk itt kapni, és keresjük a helyét, hogy hol tudnánk egy méltó helyet kialakítani neki. Ez szerintem egy nagyon jó megbélyegzése lesz ennek a napnak. Húzz rá, cigány, húzzad jobban, táncolni való kedvem. Eltáncolom a pénzemet, kitáncolom a lelkemet. Bekopognak az ablakon, ne zúgjatok olyan nagyon. Azt üzeni az uraság, mert lefeküdt, aludni vár. Ördög bújjék az uradba, te pedig menj a pokolba. Húzd rá, cigány, csak azért is, ha mindjárt az ingemért is. Az Egyesület a Kebellel együtt írta ezt a pályázatot, ezt a Petőfi körtefa pályázatot, és aminek örülünk, hogy a Kebellel nagyon jó kapcsolatunk van, együtt tervezzük az összes programunkat. Ott folyjon az ifjú vér kis szívemből, s ha ajkam örömteli végszava zendül, hadd nyelje el azt az acéli zörej, a trombita hangja, az ágyüdörej, s hol testemen át fújó paripák, szápuljanak a kivívott diadalra. S odaadjanak engemet, összetiporva. A költészetnapi programon közreműködtek Egyed László, a Koppány-Monostori Általános Iskola tanulói, Virág Letícia és Farkas Lara, Gál László Latinovics díjas versmondó és Olá Kálmán Pro Urbe díjas tanár.